Sziasztok, ez itt a Kutyinfo Podcast, én Láng Dávid vagyok, és ebben az epizódban Jakab Andrással fogok beszélgetni, akit Budakeszin választottak önkormányzati képviselővé júniusban kutyapártos színekben. Szia, Andris! Sziasztok! Mutatkozz be, kérlek, a hallgatóknak először azzal kapcsolatban, hogy hogyan kerültél Budakeszire, és miért szeretsz ott élni. Sziasztok, én Jakab Andris vagyok, családom Budakeszin élt. Mi 6 éve költöztünk oda, de mondhatni azt, hogy igazából az egész gyerekkoromat ott töltöttem, hiszen a nagymamám ott lakott, és minden nyaramat ott töltöttem gyerekkoromban is. Miért szeretek ott élni? Hát azért szeretek ott élni, mert egy fantasztikus város, teli volt zöld területekkel, ugye köztudott, hogy Budakeszin nagyon jó a levegő, remek emberek élnek ott. Talán ennyi. Mikor csatlakoztál a kutyapárthoz, és miket csináltál eddig a helyi csapattal a városban? Hát a kutyapárt iránt igazából már elég régóta érdeklődtem. Mondhatni azt, hogy talán 2016 óta így azért láttam dolgokat, amiket a Gergő csinált például, de így konkrétan 19-ben kezdtem el aktívabban foglalkozni a kutyapárttal. Ugye ott volt az önkormányzati választás, én ott a Gergőnek a kampányában tevékenykedtem először, ugye a 12. kerületben, amikor szerencsére bekerült az önkormányzatba, és utána kezdtünk el Budakeszin különböző helyi dolgokkal foglalkozni, igyekeztünk felhívni a figyelmet elég sok olyan dologra, ami szerintünk nem volt jó, vagy nem jól működött a városban. Mondasz példákat? Hát például a vagyonnyilatkozati rendszer, ugye az a mai napig eléggé furán működik Budakeszin, ugye van egy olyan, hogy Budakeszin nem lehet kikérni a vagyonnyilatkozatokat, hanem igazából csak annyi, hogy be tudsz menni az önkormányzathoz, és ott rá tudsz kukkantani, de mielőtt bemész, ugye azért erősen felhívják a figyelmedet, hogy semmilyen jegyzetet, felvételt nem készíthetsz róla, csak tényleg annyi, hogy átnézed a vagyonnyilatkozatokat, és ez elég fura. Ez szabályos? Ez alapvetően nem szabályos, hiszen közérdekű adatokról van szó, ugye ezeknek nyilvános adatoknak kell lenni, amit ugye akár, hogyha az ember kéri, akkor postán is el kéne, hogy küldjék. Szerintem a legalapvetőbb dolog az, hogy legalább felrakják az önkormányzat honlapjára, hogy mindenki láthassa, ha már nyilvános adatokról van szó. Ez volt az egyik talán olyan dolog, amit elkezdtünk a legelején, és sajnos még a mai napig nem jutottunk a végére, úgyhogy igazából ezzel is szeretnénk foglalkozni az önkormányzatba. Meg hát ilyen apróbb street art dolgokat, játszóterek felújítását, meg ilyenekkel foglalkoztunk, meg meghekkeltünk egy csomó táblát. A helyi szervezőség, és most már képviselőség mellett a párt alkalmazottja is vagy. Elmondod, mi a feladatod pontosan? Igen, hát 2 éve kerültem ugye a párt alkalmazásába, a műhelyben tevékenykedek, ugye amit így országosan vannak projektek, és mondjuk helyben nem tudják megcsinálni a passzivisták, ugye akkor azokat mi itt a műhelyben előkészítjük, és eljutatjuk ugye a projektgazdának, hogy meg tudják csinálni az akciót. De emellett beszerzéssel is foglalkozom, megmondhatni úgy, hogy ilyen mindenes féleség vagyok. Hogyan kezdtél érdeklődni a helyi politika iránt, és miért szerettél volna bekerülni az önkormányzatba? Hát, a helyi politika iránt. Hát én nem mondom, hogy a helyi politika iránt kezdtem el érdeklődni, én inkább az országos politika iránt érdeklődtem. Hát nyilván ugye azért, mert van családom, ugye fontosnak nekem a gyerekeim jövője, és akkor ugye ez alapján azt láttam, hogy azért Budakeszin sem működik minden frankón, és ezen szeretnénk változtatni, hogy tényleg most is azt tapasztaljuk, hogy rengeteg ember megkeres minket helyi problémákkal, és általában mindenki úgy kezdi a mondatot, hogy már 2 éve beadtam egy beadványt az önkormányzatnak, de ezzel nem foglalkoznak, választ sem kapnak tőlük, úgyhogy hát ezen szeretnénk változtatni, hogy azért az emberek problémájával tudjunk foglalkozni. Milyen volt a kampányotok helyben? Vicces. Vicces.
Hát nem gondoltam volna, hogy lesz rajtunk kívül még egy viccpárt Budakeszin. Ugye itt a normális emberek pártjára gondolok, akik zöldek néven indultak. Hát még el se kezdődött a kampány, de már kiderült, hogy egy olyan embert akarnak indítani Budakeszin, aki másik kerületben, úgymond Budapest, ugye a 12. kerületben a dr. Vince Géza bácsit szerették volna elindítani a hármas számú választókörzetben, ami azért vicces, mert ugye a Vince Géza bácsi polgármesterjelöltnek jelöltként indult a 12. kerületbe, szóval ez már így alapvetően eléggé furi volt. Meg hát én alapvetően szerettem a kampányt, én ezeket szeretem, szeretek emberekkel beszélgetni, amikor kint vagyunk, ugye jó volt a kopogtatás része, annyi, hogy talán egy kicsit erősebb lehetett volna a kampányunk. Sajnos nem sok időm volt így a kampánnyal foglalkozni Budakeszin, voltak akciók, amik sajnos elmaradtak betegség miatt, de attól függetlenül én úgy gondolom, hogy jó volt. És elégedett vagy akkor az eredménnyel? Ez volt a kimondott cél, hogy te bekerüljél kompenzációs listavezetőként? Hát nyilván örültünk volna, hogyha minden jelöltünk bekerül az önkormányzatba, de azért mi megpróbáljuk reálisan nézni a dolgokat. Én eleve úgy indultam neki a kampánynak, hogyha már 1000 embert meg tudunk szólítani, akkor be fogunk kerülni az önkormányzatba, és ez nagyjából sikerült is. Most nem tudom, hogy 926-an vagy 956-an szavaztak ránk, úgyhogy ez így nagyjából megközelítőleg sikerült. Igen, amúgy én azt is kommunikáltam a kampány alatt mindenkinek, hogy nekünk valójában az a cél, hogy a lista vezető bekerüljön az önkormányzatba, hogy egy kicsit meg tudja piszkálni itt az állóvizet. Budakeszit ugye 2010 óta fideszes Győri Ottilia vezeti, akit júniusban is újra választottak. Mi a véleményed az eddigi tevékenységéről? Hát én inkább ilyen, nem tudom, influencer politikusnak tartom, szóval nagyon szeret fotózkodni budakeszi lakosokkal, ugye főleg idősebbekkel, nagyon szeret fotózkodni helyi vállalkozókkal, mondjuk ez is egy érdekes dolog, mert általában akivel ő fotózkodik, az az üzlet pár hónapon belül bezár. Nem azt mondom, hogy én jobban csinálnám, de szerintem nem csinálja jól a munkáját Ottilia. Milyen konkrétumokat tudsz mondani erre vonatkozóan azon kívül, amit most mondtál? Hát ugye itt az elején mondtam, hogy Budakeszinek igazából tényleg mindig a természeti kincsei voltak azok, amik miatt ugye úgymond híres volt a város, vagy nevezetes. És hát most én azt látom, hogy ezeket pusztítják. Teljesen, ugye ott a mamutfenyők környékén is jó, nyilván ez nem feltétlen a polgármesteri hibája, de ott is elkezdtek építkezni, hát a zöld területek kezdenek megszűnni Budakeszin sajnos, és én ennek nagyon nem örülök. Van, amit szerinted jól csinált? Hát, most nem jut eszembe olyan dolog, biztos csinált valamit jól is, de most így hirtelen. Hát, talán azt lehet mondani, hogy Budakeszin ugye azon kívül, hogy nagyon nagyok a várólisták, azon kívül azért az egészségügyre tényleg azért ott fordítanak energiát. Milyen a személyes viszonyotok a polgármesterrel? Volt akár négy szem közti, akár tágabb különböztetésetek? Persze. Ugye amikor legelején elkezdtük csinálni itt az akciókat Budakeszin, volt egy nagyon fura dolog, karácsony este becsöngetett hozzánk a polgármester asszony, és hozott nekünk egy ajándékcsomagot, amiben volt egy pálinka, meg egy bor, meg szem gyümölcskenyér, és hogy ezt az önkormányzat küldi azért, hogy milyen sok mindent tettünk Budakesziért. Volt egy ilyen. Te mint kutyapárt? Aha, én mint kutyapárt, igen. És hát ez először fura volt, de igazából utána meg... Nem tudom, ő mindig kedvesen köszön, nyilván nem küldtük még egymást a francba. Te most nagyjából, amit az előzőleg mondtál róla, ezt így lehet úgy értelmezni. Jó, akkor úgy mondom, hogy négy szem, így szemtől szembe. Igen, nem tudom, hát fura. Szóval ő tényleg olyan, mintha csípne minket, de hát nyilván azért nagyon sok mindenben nem értünk egyet. Van egy kedves történet, hogy az egyik akciónknál, talán 2022-ben a Megyes utcai játszótéren felújítottuk a padokat,
És hát ugye ott akkor már zajlott ugye az ukrán háború, és tényleg tök véletlenül, mert ilyen zöldes-sárgás festéket vittünk, meg ugye kéket, és akkor ugye a zöldes-sárgás festék az ilyen sárgának tűnik a napfénybe, és ugye a sárga kék, és akkor ők egyből arra asszociáltak, hogy akkor mi most az ukrán háborút akarjuk támogatni, de abszolút nem volt. Amellett, hogy tényleg elítéljük ugye ezt az egészet, ami történik Ukrajnában, attól függetlenül tényleg nem ez volt a szándék, hogy kiálljunk emellett a ellen. És nagyon vicces volt, mert ők átfestették ezeket a padokat, és utána a polgármester az, ugye mi kicseréltük a deszkákat is, szóval nem csak annyi, hogy átfestettük a padokat, hanem deszkákat is, újakat raktunk oda, és a polgármester azt, hogy átfestették ugye a sárgát kékre, és utána csináltak egy fotót róla, mint hogyha ők csinálták volna meg az egészet. Milyen jellegű együttműködést tudsz elképzelni közted és a fideszes képviselők között a testületben? Hát ez csak akkor, hogyha úgy látom, hogy a város érdekeit szolgálja, vagy a lakók érdekeit, de amúgy nem tudom, hogy mi az, amiben így együtt tudnánk dolgozni. Melyik bizottságban dolgoznál szívesen? Hát én a környezetvédelemben szeretnék dolgozni. Ugye Budakeszin három bizottság van, valószínű, hogy nem fog mind a háromban helyet kapni, kettőt szeretnénk, a környezetvédelmi meg a pénzügyiben. És a pénzügyibe ki delegálnál, gondolom, akkor külsős tagot. Egy külsős tagot, igen. A 8 fideszesen és a rajtad kívül az Otthon Keszi Egyesület három jelöltje került még be a testületbe. Velük van kapcsolatod? Igen, hát ugye a kampány alatt is igazából az Otthon Keszivel így hallgatólagosan megpróbáltunk együttműködni. Ez nagyjából azban nyilvánult meg, hogy voltak olyan körzetek, ahol mondjuk nem nyomtuk olyan erősen a kampányt, nem szórólapoztunk, nem kopogtattunk. Meg hát most is azért, mióta lezajlottak a választások, többször találkoztam velük, és igen, kooperálunk bizonyos dolgokban. Azt nem mondom, hogy mindenben egyet fogunk érteni, mert azért nyilván ott is vannak dolgok, amiket én nem fogok tudni támogatni. De szeretném, ha tényleg jól működne az önkormányzat, és lenne egy igazi ellenzéke végre itt Budakeszin a Fidesznek, mert az elmúlt 5 évben ez abszolút nem volt tapasztalható. Nekik egyébként van pártkötődésük, vagy teljesen civil háttérrel rendelkeznek? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát ugye nagyon sok civil van közöttük. Most nyilván, akik bekerültek, ott nincs pártkötődés, vagy legalábbis nem tudom, hogy milyen párt szimpátia van, de tudok olyan jelöltjökről, akik fideszes volt. Igen. Tehát akkor a hagyományos ellenzéki pártok nincsenek jelen Budakeszin, mert ugye az Otthon Keszi indult, a Fidesz meg a MTKP. A DK az semmi, megszűnt létezni, én úgy tudom. Momentum el se indult a választáson. A Mi Hazánk volt még az, aki elindult, ugyebár, akit így idézőjelben ellenzéki pártnak lehetne mondani, de ők se jutottak be, hál' Istennek, úgyhogy nincs. Már néhányat felsoroltál, hogy mivel foglalkoznál képviselőként, ezt még össze tudnád szedni így egyben, hogy mondjuk milyen előterjesztéseket nyújtanál be biztosan az első időszakban? Hát az átláthatósággal kapcsolatosan mindenképpen, ugye van ez a régi, ez a minimum program, valami hasonlót itt szeretnék benyújtani, meg hát igen, van a környezetvédelem, ugye az, amivel nagyon szeretnék foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy a közoktatási intézményeknek a környékén nagyon rossz a gyalogos forgalom, balesetveszélyes, ezekkel is szeretnék foglalkozni, meg hát a lakossági panaszokkal, lakossági problémákkal, vagy jó dolgokkal. A kampány során még a szórakozási lehetőségeket is említetted. Hát igen, ugye van ez a kulturális része is, hogy most ez megint fura, múltkor akartunk tartani egy klubot, de már nincs olyan kocsma, ahol tarthatjuk a klubot, mert folyamatosan zárnak be ezek a helyek. A fiataloknak nincsen szórakozási lehetőségük. Ezzel is szeretnék foglalkozni, igen, hogy legyen egy olyan közösségi hely, közösségi tér, ahova a fiatalok el tudnak menni, kiengedni a fáradt gőzt, és nem feltétlenül kell bemenni az éjszakába Budapestre, hanem ott Budakeszin helyben jól tudják magukat érezni. Nyilván kultúrált körülmények között. Jelenleg akkor mindenki, aki szórakozni megy, annak Budapestre kell mennie?
Hát nem mehetnek végül is Nagykovácsiba is. Sokkal jobb. Vagy Budaörsre. Nem, nem nagyon van. Szóval tényleg az van, hogy, hogy nincs, nincs már olyan hely. Van egy betyár söröző, ami még úgy nyitva van. Az is úgy tudom, hogy éjfélkor bezár. Ez ennyi. Az a szórakozásuk, hogy kijárnak a temetőbe rongálni, lemennek a játszótérre, cigarettáznak. Én tökre megértem őket, hogy nem akarnak otthon lenni, együtt akarnak lenni egy társaságban, csak nincsen olyan hely, ahol, ahol tényleg jól tudnák magukat érezni, és nem feltétlenül az jön egyből, hogy akkor most ezt tegyük tönkre. Hogyan tervezel beszámolni a tevékenységedről, illetve bevonni a választókat a döntésekbe, vagy abba, amivel foglalkozol? Hát nyilván a Facebookon, ugye ilyen platformokon azért szeretném tájékoztatni az embereket a munkámról. Folyamatosan, ugye a választások óta már többször kiraktam, hogy mindenki keressen, ugye e-mailen, akár telefonon, hogyha bármi olyan van, ami zavarja őket, és esetleg én tudok segíteni a megoldásában, vagy ha nem is a megoldásában, legalább abban, hogy elvezényelni, vagy egy jó utat mutatni, irányt mutatni nekik abban, hogy kihez kell fordulni ezzel a problémával, vagy ha az az ember nem foglalkozik vele, akkor, akkor utána egy kicsit azt az ember noszogatni, hogy létszi, létszi, vagy valami. Hát így ebben gondolkozom első körben, aztán lesznek fogadóórák, ugye különböző klubok, ahol majd jöhetnek az emberek, és akkor elmondhatják, hogy mi az, amit csináljunk, szerintük. Milyen további utcai akciókat terveztek helyben? Van esetleg valami kilátásban ezzel kapcsolatban? Hát most legutóbb is volt például, ugye ez is egy lakossági megkeresés alapján volt, hogy egy zenélő úttáblát raktunk ki Budakeszin, mert van egy nagyon rossz, de hát Budakeszin rengeteg olyan utca van, ahol nagyon rossz minőségű az út, de itt ugye itt kifejezetten azért arra az utcára raktuk ki, mert ott megkértek minket, hogy valamit csináljunk. Vannak még amúgy tervben, de erről most azért nem szeretnék beszélni, hogy ne lőjem le a poént. Köszi szépen, hogy itt voltál, és sok sikert a képviselői munkához és minden egyébhez. Én köszönöm, hogy itt lehettem.